Bár nem szántam tutoriálnak, mégis azt készített belőle, mert valaki azt említette, hogy az Audacity nevű ingyenes szoftverrel nem tudja az ajszűrést elvégezni, ezért szüksége lenne a Adobe Auditionre. Én meg azt mondom, hogy ha ilyen kicsi a feladat, akkor kár ágyúval lőni a verébre, mivel hogy az Audacity tökéletesen elvégzi azt az ajszűrést, amire nekünk szükségünk van mondjuk digitalizált, mondjuk szalagról bedigitalizált felvételek alapján. Mindig azt kell csinálni az ilyen zajszűrő effekteknél, hogy először is ki kell választani egy részt, ahol nincsen hasznos hang. Én most felvettem ide a saját hangomat, hogy prezentáljam, hogy milyen egy zajos felvétel. Tehát hallgassuk meg, hogy ez hogy szól zajosan. 1, 2, 3. No, akkor most felveszünk egy kis zajt, hogy legyen mind bemutatni az Audacity zajszűrési technikáját. Amint hallottuk, eléggé zajos, mivel hogy a webkamera az érzékeny és felvesz ezt a sok környezeti zajt. Tehát most az a lényeg, hogy először is ki kell jelölnünk egy részt, ahol nincs hasznos hang. Az például ez a rész lesz. Itt nincsen számunkra hasznos hangszöveg, csak zaj. Ezek után belemegyünk az effektek panelbe, azon belül is itt található a zajszűrő. Az első lépés azt mondja, hogy jelölj ki egy pár másodperces részt, amely csak zajból áll, hogy az Audacity feldolgozza, mit kell kiszűrnie, ezután kattints a zajprofil készítésére. Elkészíthetjük vele a zajprofilt, erre a gombra kattintva, majd immár, hogy elkészült a zajprofil, kielemezte, hogy mit kell kiszűrnie, szépen kijelöljük az egész hangfájlt, újra belemegyünk az effektek zajszűrő menüpontba, és itt a csúszkán beállíthatjuk, hogy kevesebb vagy több zajt szűrjön ki. Én itt már próbálgattam a beállításokat, úgy vettem észre, hogy a gyári 50%-os beállítás is elég durván kiszűri még a hasznos hangokat is, úgyhogy levettem egy ilyen 25% körülire. Hát itt szemre behúztam a csúszkát ilyen 25% körülire, és ez így elég hatékonyan fogja elvégezni nekünk a zajszűrést. Ha ezt beállítottuk, ezt a csúszkát, a zajszűrése gombra kattintunk, és az Audacity néhány másodpercen belül elvégzi a zajszűrést. Amint látjuk, innen eltűntek a zajos részek, és immár csak a hasznos részek hallhatók. Hallgassuk meg most zaj nélkül, hogy hogy szól ugyanez a próba felvétel. 1, 2, 3. No, akkor most felveszünk egy kis zajt, hogy legyen mind bemutatni az Audacity zajszűrési technikáját. Itt a végén maradt még valami, azt le lehet vágni természetesen. De gyakorlatilag ennyi a zajszűrésnek az egész titka. Tehát Audacity-be is kiválóan lehet zajt szűrni, hogyha zajos lenne a felvétel, ezért nem feltétlenül kell méregdrága kereskedelmi szoftvereket letölteni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a felvételt, sziasztok!